Sok szeretettel köszöntöm az Ajkaüsz online nézőit. Egy igazi kis futballcsemegével térünk vissza, miután ugye július végén közvetített az Ajkaüsz online Facebook, vagyis YouTube-on mérkőzést. A 8. fordulóban az FC Ajka hazai pályán fogadja a BFC Siófokot. Azt a Siófokot, aki ugyanúgy nem indított jól, mint a zöld-fehér bakonyi együttes. Ismertetném is a kezdőket, vendégoldalon kapuba 71-essel Huth Wagner Gergely lesz. 3-assal előtte Debreceni Ákos, 4-assal Vékony Viktor, 8-assal Nemes Marcel, 11-essel Major Gergő, 16-ossal Szedlár Zoltán, 18-assal a Siófokiak csapatkapitánya lép pályára Polényi Gábor személyében, 21-essel Tóth Tamás Vid, 37-essel Kittl Miklós, 73-assal Böndi Ádám, 81-essel pedig Varjas Zoltán. A kispadon helyet foglal 26-ossal Winter Dániel, 6-ossal Varga Márk, 7-essel Varga Bence, 9-essel Dénes Csanád Vilmos, 10-essel László Dávid, 14-essel György Nikó Julián, 17-essel Girsik Áron Róbert, 24-essel Menyhárd Zsombor, 25-össel Schildkraut Krisztián, 60-assal Szaka Antal és 76-ossal pedig Csató Martin. A vendégek vezetőedzője pedig nem más, mint Dragan Vukmir. Az a kezdője pedig a következő 31-essel Horváth Dániel a kapuban, 5-össel Kenderes Zoltán, 6-ossal Rabati Rihárd, 7-essel Borsós Filip, aki ugye a múlt heti MOL Magyar Kupa mérkőzésen betalált és azzal ejtette ki az FC Ajka a Mezőköves Zsóri együttesét. 9-essel Zsolnai Rihárd, 13-assal Csemer Gyula, 19-essel az Ajkaiak csapatkapitánya Csizmadia Zoltán, 20-assal Tóth Gergely, 22-essel Tajti Tamás, 34-essel Tar Zsolt és 74-essel pedig Babos Bence kapott lehetőséget a kezdőben. 97-essel a kispadon Szabados István, 8-assal Berzsanyi Kevin, 10-essel Vogyicska Bálint, 11-essel Présinger Ádám, 14-essel Gál Bálint, 15-össel Gyuris Aurél, 17-essel Görgényi Dávid, 18-assal Sejben Viktor, 25-össel Jagodics Bence, 27-essel Szarka Ákos, 29-essel Szűcs Kristóf és 71-essel pedig Antal Gábor foglal helyet a kispadon. Az ajak vezetőedzője pedig nem más, mint Jenei Gyula. Közben pedig érkeznek is ki a játékosok a gyepre, zöld, illetve fehér szerelésben. Zöld szerelésben az FC Ajka csapata lép pályára, és fehérben pedig nem más, mint a BFC Siófok. A mérkőzés játékvezetője egyébként Gál Ákos lesz, tartalék játékvezetői feladatot Molnár Attila látja, a játékvezető asszisztensei pedig Huszár Balázs, illetve Ország Péter. A mai mérkőzésen a játékvezető ellenőr Georgió Grigoris, a szövetségi ellenőr pedig Keresztúri András a mai mérkőzésen. Közben pacsiznak a játékosok, elmondom, hogy az időjárás, gondolom látják önök is, hogy nem éppen alkalmas egy nagyszerű futballmérkőzésre, de ezért a játékosok mindent meg fognak tenni. A láton egyelőre 4-500 ember foglalt helyet, ugye az eső esik, ezzel számolnia kell a játékosoknak is, hogy egy-egy paszt, esetleg lövést máshogy kell megejteni, ugyanis becsapós lehet a nedves talaj. Ajkai részről van olyan játékos, akinek ez a mérkőzés egy extra löketet adhat, hiszen volt csapatuk ellen. Szerepelhetnek ugye a hazai oldalon, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor Tajti Tamás, Gál Bálint, illetve Jagodics Bence is korábban a siófoki csapatot erősítették. Jelenleg kezdőben csak Tajti Tamás szerepel. Közben egy ünnepélyes kezdőrugás, Isten éltesse 80. életében járó Kubi Zoltánt. Vastapsal a látóról, és hagyja el a pályát azonnal sebes léptekkel, hiszen hamarosan itt MB2-es labdarúgó mérkőzés következik. Ugye azt már korábban elmondtam, hogy a két csapat nem úgy szerepelt
az első hét fordulóban, ahogyan azt szerették volna. A siófokiak a 14. helyről vághatnak neki ennek a találkozónak, az ajkaiak pedig a 15-ről. Debreceni vágja föl jobb szélre, azonban Babos könnyen elfejeli, és ott pedig Rabatinnak gyűlik meg labdával a baja. Mondtam, hogy bele kell kalkulálni azt, hogy nedves a talaj. Ezzel fognak most ismerkedni egy ideig a játékosok, miközben a siófoki kispad pedig kéz ért reklamál kezezésért. Egy beadás, Csizmadia rosszul ér bele, és elhagyta Böndi Ádámról a pályát a labda. Ugye túl vagyunk most egy válogatott szüneten, illetve a MOL Magyar Kupa harmadik fordulóján. Az FC Ajka a Mezőkövesdet búcsúztatta. Még a siófokiak egy NB3-as ellenfelet gyűrtek le, és jutottak be a legjobb 32 közé. Ők 2-1-es arányban győztek, az ajkaiak pedig 1-0-ra, miközben Borsos Filip indul meg a bal szélen, és próbálja átverni ellenfelét. Ott egy passz, 16-oson belül járnak az ajkaiak. Erre a passzra nem számított Zsolnai, attól még 16-oson belül van a labda. El lehetne azt vállalni, Csemer ellövi, blokkolnak a siófokiak a második percben. Rabatin. Csemer átlépi, rosszul. Major Gergő pedig megszerezte. Közép hangja pedig, úgy érzem, itt a környéken elér mindenhova. Egy nagyon szimpatikus Molinóval vágtak neki egyébként a mérkőzésnek, amit sajnos nem tudunk megmutatni, hiszen ugyanazon az oldalon vagyunk. Miközben Zsolnait indítják meg, nem is rosszul, de hosszú lett, úgyhogy rossz. A Molinó pedig egyébként a következő felirat szerepel, nem tudjuk feladni, nem tudjuk hogyan kell, úgyhogy a szurkolók állnak játékosok mögött. Siófoki dobás, saját kapujuktól nem messze. Tóth fejelt jól, Tajti, Csizmadia. Rossz helyre, és nagyon jól jött Kenderes. Ez most kellett. Kut Wagner dobja. Ki? Polényi. Hiába tette szét a két kezét Varjas Zoltán, ő ezt a zsugát nem kapta meg. A két csapat egyébként eddig egy-egy alkalommal hagyhatta el a gyepet 3 ponttal az idei bajnokságban. Az ajkaiak a Mosó-Magyaróvár győzték le, a siófokiak pedig nagy meglepetésre a Budapest Honvéd együttesét. Az ajkaiak egyébként egy győzelem mellett 2-szer döntetleneztek és 4-szer szenvedtek vereséget. Legutóbb ugye a 7. fordulóban, szeptember elején a Vasastól kaptak ki 2-1 arányban hazai pályán. Két teljesen ugyanolyan gólt kapott akkor a bakonyi csapat. A BFC Siófok a legutóbbi fordulóban a szintén szerényen teljesítő haladással játszott. Ott 1-1 lett a végeredmény. A bakonyiak egyébként eddig 4-szer találtak be az ellenfél hálójába, és 8 találatot kaptak, a Somogy vármegyeiek 5 gólt rúgtak és 11-et kaptak eddig az idei kiírásban. Csemer nem tud átjutni ellenfelén, labdát szereztek egy kis időre a siófokiak, méghozzá Tóth Tamás vitt személyében. Nem indul meg Böndi. Közben pedig a szél is megélénkül itt az Ajkavárosi Sportcentrumban, miközben a siófokiak egy lapos beadással próbálkoznak. Nem szabadulhat fel az ajkaiak térfele. Dobással jönnek a fehérmezesek. Hogyha ők is úgy akarják, ezen döntik el, hogy ki megy el a labdáért. Végül Major Gergő
és közben pedig láthatjuk, hogy a vendég szektorban is néhány siófoki szimpatizáns helyet foglalt. Csizmadia nem tudott szerelni, Csemer se. Egy beadás, ott vigyázni kell, jó helyre pattanjon a labda, hogyha úgy alakul, Zsolna ért bele. Tóth jól piszkált oda, de még mindig nem szabadulhat föl az ajkai térfél. Közben pedig a vendég szektorból zúga mindent bele. Böndi Ádám. Zsolnai. Borsós vált Iramot. És próbálja meg beérni a labdát, azonban Hutwagner fölkapja. Polényi teszi tovább. Csemer. Szépen fedezte a labdát. Tar. Zsolnai. Egyelőre óvatosan járatják a felek. Kifelé vékony. És abból próbálnak meg megindulni. És először felharsant a játékvezető sípja. Gálákos szabadrugást ítélt kifelé. A felek 18. alkalommal nézhetnek egyébként egymással farkas szemet. A bakonyiak 6-szoros jófokiak pedig 5-ször nyertek a párharc során. Emellett 6-szor született döntetlen. Gólarányokat tekintve pedig 27-22 az ajka javára. Az ajkaiak történelmi szezonban, miközben Borsos nagyon aktívan játszik és jól, labdát is szerzett. Ott pedig most Babos küzd meg Major Gergővel a túloldalt. Azonban a rutinosabb játékos szállt ki a párharcból győztesen. A balatonpartiak egyébként a múlt idényben egyszer sem tudtak győzni az ajkaiak ellen. Az ajkai csapat hazai pályán 3-1-re, miközben a Babos próbálta bevágni. Szöglet a 8. percben. Ez tetszik az ajkai szurkolóknak, meg is élénkül a hangjuk. Az ajkaiak múlt évben a siófokiak ellen 3-1-re nyertek, itthon, később pedig idegenben 2-0-ra. Bármelyik csapat számára egy esetleges győzelem egyébként azt jelenteni, hogy elmozdulnának a kieső hely közvetlen közeléből. Debreceni fejelte föl, aztán pedig Tóth, most pedig tisztáznak siófokiak, Tajti. Ismételten, az ismétlés azonban gyengére sikeredett, és most pedig kontráznak a siófokiak. Másik oldalt figyelni kell, Tóth Tamás indul meg, Tóth Tamás kapja is a labdát, belebotlik, és kivágja, vagyis fölvágja. Kibillentette Tóth Gergely a siófoki játékost az egyensúlyából. Meg egy csúnya szabálytalanság, Vékony pedig elnézést kér Borsós Filiptől, Vékony pedig megkapja a maga sárgáját. Rendületes szerelés volt, majdnem, hogy a partvonal jelző bánta meg, majdnem ráestek a játékosok. Tizedik perc a labda mögött Csemer. Balossal beadja azt. Ott lehetett volna a helyzet, azonban kisodródik Tar. Csemer jött segíteni az ajkai védőnek, majd belevágja a siófoki játékosba. És ismételten egy kontrára rendez köthet be.
helyes ítélet. Közben pedig a játékvezető Gál Ákos Zsolnait figyelmezteti, hogy nem szeretne még egy ilyet meglátni. Polényi. Kenderes szerzett labdát, méghozzá Szedlártól, és most ebből megindulhatnának a zöldmezesek. Borsos. Kezdezés miatt pedig vihetik az ajkaiak, az a szabadrúgás következik, támadhatnak a Siófoki oldalra, aki kezdezett, az pedig Kitl Miklós volt, aki korábban ugye játszott Békés Csabán is, és ott csapattársa volt a jelenlegi ajkai játékosnak, Horváth Péternek, aki nincs benn a mai napon a keretben. Borsós áll a labda mögé, nagyon úgy fest, hogy ezt rá is lövi. Tajti is ott mozog, illetve Csemer. A játékos mozgás alapján ezt Borsós fogja rávágni. Csemer vágta rá, engem jól megtévesztettek. A siófokiakat azonban nem, hiszen a sorfalban kötött ki a labda, de maradhat náluk. Tajti. Zsolnai. Zsolnai beíveli. Nem jó. Kenderes fejelt előre, azt pedig ki is fogják engedni. Siófokiak 12. perc, FC Ajka, BFC Siófok 0-0. Jagodics Bence egyébként a korábbi siófoki játékos úgy nyilatkozott mérkőzés megelőzőleg, miközben labdát veszít a zöld csapat. Igen, csak tördelt most a játék. Úgy nyilatkozott, hogy nem már rájuk könnyű feladat a hétvégén, egy harcos és kiegyenlített mérkőzésre számít a Siófok ellen. És az ajkai védő szerint fontos lenne, hogy a Magyar Kupa továbbjutás után most győzelemmel ajándékozzák meg az ajkai szurkolókat. Úgy zárt a mondandóját, hogy mindenképpen itthon kell tartanunk a három bajnoki pontot. Játékosok egyébként építkezhetnek mindkét oldalon a kupa sikerből. Tar. Csizmadia. Borsós. Igen, csak visszalép a szokásos feladat köréből. Nem sikerül kihozni a labdát. Jól zárják egyébként a területeiket a fehérmezesek. Zsolnai hosszúra próbálja Tóth elé. Nehéz volt ott a labdát levenni, csúszott is a talaj. A Merkantil Bankligában egyébként több mérkőzést is korábban kezdtek el a mai nap folyamán. A Budafok Tiszakécske állása 60. percben 2-1. A Budafok javára a Mosonmagyaróvár Kozár Mislennyel játszik az 55. percben 0-0 az állás, illetve a Soroksár vezet 1-0-ra a Homéd ellen az 59. percben. A többi mérkőzés pedig az ajkaival egy időben kezdődött, és csak egy mérkőzésen esett gól, ez pedig a Kazincbarcika Zugló, ott a Zugló vezet a 15. percben. Bündi. Tarnak kell fejelnie, így is történt. Zsolnai bent tartja még. Rabatint lökte el két kézzel. Kitl Miklós.
szél kissé aláphagyott. Az eső pedig, mintha egyre jobban esne. Bal szélen Babos fut, aztán nem éri el. Ismételten Hutwagner hozhatja játékba a labdát. Nem jön össze, Babos, ő próbálja megfutni ellenfelét. Babos jól tartja, hárman is körülötte, és három siófoki játékos próbálja elválasztani a labdától. Szögletet harcol ki, erre bizony jár a taps. Ajkai szurkoló, az első ajkai gólt látná most, a sarokrúgás követően kifejelik. Fejérmezesek Rabatin, aj, de jó kis lövés volt az. Mondhatjuk, a 17. percig kellett várni az első komolyabb ajkai lehetőségre. Rabatin 17-18 méterről nem sokkal lőtt a kapu fölé. Fölrúgja. Szép megmozdulás volt, azonban sok haszna annyira most nem volt. Zsolnai. Borsos. Jól tartja meg. És még bent tudja tartani. Borsos. Szépen megharcolt azért a labdáért, az egy szurkolók pedig tapsal jutalmazzák meg. Csizmadia pontatlan volt. Belecsúsznak a passzába. Átteszi hosszúra Szedlár Zoltán, azonban nem tudja normálisan lekezelni Major. Tajti pedig nagyon jól jön. És hogyha jól látom, akkor pedig a játékvezetőnek kell oda mennie, rendet tennie. Kenderes igazgatja a labdát, majd kicsibe pedig Csemert választja. Tóth. Hát az... Hogyha Rabati ment volna érte, akkor az bizony leesik, nem? Kirúgás. 20. percben. Varjas tette előre. Ajkai labdaszerzés, Kenderes, Zsolnai, Tóth. Egyelőre jó játék. Tar. Horváth Dániel. Tajti. Okosan méri föl.
és egyébként nagyon előre nehezedik siófoki csapat, kellemetlenséget okoz a zöldmezeseknek. De nem mindig, de szép megoldás lett volna az ott sarokkal Zsolnaitól. És egy indítás, Szedlár, illetve Csemer. Csemer jött ki jobban, és el is tudta passzolni. Zsolnai, Babos, Tajti. Jaj, micsoda megmozdulás. Vigyázni kell. Horváth Dániel rúgja vissza előre a mezőnybe. Zsolnai. Rabatin esett el, a játékvezetőre nézett, de a sípja azonban néma maradt. Tóth. Borsos nagyon szépen. Aj, micsoda játék Borsos és Tóth között. Borsos, azt a karást lehetne lőni, rálövi. Nem tudja megfogni a kapus, de szöglet. 22. percben. Borsos egyelőre nagyon jól játszik. Úgy néz ki, átmentette a formáját a múlt heti Magyar Kupa mérkőzésről. Rabatinot hagyja. Csemer fogja beadni. Egészség. Csemer. 6-7 ajkai játékos is. A siófoki kapunál. Nem lett ez azonban szerencsés beadás. Borsostól elveszik, Tóth pedig kitámad Szedlára. Tar. A legbiztosabbat választotta. Tajti. Tar. Közben pedig Horváth Dániel hátulról irányítja a védelmet. A 23 perc játék után mondhatjuk, hogy az ajkaiak birtokolják többet a labdát, illetve előttük volt igazán veszélyes akció, ez csupán egy Rabatin 17-18 méteres lövés volt. Tar elcsúszik a füvön, aztán megpróbálja oda tenni magát, és most meglódulnak a fehérmezesek, Kenderes, neki kéne tisztáznia, és így a legjobb. Nem tudom, hogy mennyire volt ez így tudatos, de hatásos volt, az biztos. Csemer. Elfekteti ellenfelét. Tajti. Vigyáznia kell, mert nyomában. Nem sikerült a passz. Polényi vágta előre. A zöldmezesekhez került, ők birtokolhatják a labdát. Csemer. Babos visszazár közben Csemer helyére. Közben pedig Borsos kéri a más gollat. Nem támadják meg a fehérmezesek egyenlőre. Az ajkaiakat, akik a középpályájukon játszadoznak. Vagyis a térfelükön elnézést. Közben pedig ott egy kisebb kakaskodás. De a játékvezető gyorsan megszünteti a párbeszédet. Debreceni. Utwagner. Majdnem, hogy megfogták ezzel. Csemer, jó jött. Babos nem tudta elérni. Tajti. Azért beleveti magát a labda útjába, rajta nem múlik.
kikíséri Vékony. Kopat Polényi. Egyelőre nem beszéltünk egy nagy Ramu mérkőzésről. Horvátnak pedig jönnie kell. Óvatosan előreíveli. Debreceni jól zárta a labdát Zsolnai elől. Rabatin volt szabálytalan. Kitl Miklós látta a kárát. Egyelőre egyébként nagyon óvatoskodnak a felek. Varjas számolta el magát, Zsolnai pedig jól fordul le Debreceniről. Zsolnai bepasszolja Borsós elé, szöglet helyett, bedobás. Kicsit csalóka volt, hogy hogyan hagyta el a pályát a labda. Az ajkai szurkolókon nem múlik, az biztos. Zsolnai, Tóth. Borsós nem tudott rálépni a labdára, és megint egy kontrát próbálnak végigfuttatni, de hát nem jött össze a Balatonpartiaknak. Közben Jenei Gyula pedig a labda nélküli mozgást kéri a játékosaitól, az egy nagyszerű támadás lehet, egy lövéssel a végén, ami nem találja el a kaput, de attól még jár a publikumtól a taps. Rabatin ugrott föl magasra, Zsolnai nem éri el, elpöcköli onnan a lasztit Vékony, aztán pedig csemeresik át Kitl Miklóson. Kenderes nagyszerűen őrzi meg. Csizmadia. Nem nagyon látta a passz sávot. Tar volt ezek szerint szabálytalan. Szedlár húzta a rövidebbet. Tótnak kell figyelnie, mert jól száll a labda Böndihez. Ajkai dobás. Siófoki dobás. Varjas, lepasszolja. Nemes, rálövi. Nem volt ebben a lövésben olyan dolog, ami miatt meg kellett volna, hogy emelkedjen Horváth Dániel pulzus száma. De a statisztikába felvéssük. Tar. Borsós. Nagyszerűen Rabatinhoz. Rabatin pontatlan. Jó ütembe indult meg Zsolnai. Az asszisztens nézte is, lesről szó se lehetett azonban. Na, talán abból? Zsolnai felett azonban átpattog.
Mérkőzés 31. percében járunk, és nem esett még gól. Kettő helyzete volt az ajkaiaknak, egy a siófokiaknak ugye az imént. Jó indulattal nevezhetjük ezeket helyzeteknek. Közben pedig a 32. percben Kazincz Barcika kiegyenlített hazai pályán a Zugló ellen. Utwagner. Elszámolta magát Tóth Tamásvid, Tajti mellel, Tóth, kicsibe szépen, nagyszerű, Kenderes. Kenderes, fölpörgette véletlenül Zsolnai maga előtt, Tóth elveszítette. Szedlár fordul le, és próbál passzolni jó ütembe, Csemer azonban jól érkezik, jól érkezett. Varjas lepasszolja 16-oson belül, már a siófokiak rossz helyre pattan, és kivágják. Az ilyen hibákat büntetni szokták NB2-be, ugye, aki követi azért. Merkantil Bankligát láthatja, hogy egy-egy ilyen hibára nagyon csúnyán rá lehet fizetni. Borsos most megúszta az ajka. Tajti rálövi. Ezt is statisztikába írjuk föl, mint kapura lövés. De Utwagner számára azonban ez se volt egy komolyabb lehetőség. Rossz helyre továbbított Böndi, Borsós. Rabatin. Közben Borsós pedig hátul marad, már fölpattant, azért még fájlalja a lábát. Egy nagyon nagy luft. És ezek szerint nem volt kéz. Többen is azt látták. Közben pedig Borsos szól oda Tóth Tamásnak. Nem lehetne normálisan játszani. Remélem azért nem fog elfajulni a mérkőzés egy kaszálásba. Borsos, valahogy benn kéne azt tartani. Tajti. Kenderes. Nem nagyon találja az ajkai csapat a részt a siófoki védelmen. Csizmadia. Borsos. Most lehetne akár bepöckölni. Laposan. Tóth. Áj. Elvitte az emberét. Tar. Ott a helyzet. És az pedig les. Asszisztens jelzett, Tóth volt tovább a vonalon ezek szerint. Thank you.
Zsolnai Vasile mellel. Majd két lesik el mögötte, Babos. Zsolnai, nagyon jó, 16-oson belül, Zsolnai. Szöglet. Veszélyesebben játszik az utóbbi percekben az Ajka. És a játék nagy részt a siófoki térfélen folyik. Badás egyelőre, Osszá Csizmadia nem tudja elfejelni, Rabatin ugrik föl maga. Az Ajkaiak mellé a mindenit. Csizmadia lódult meg, miközben mindenki beragadt. Közben pedig néhányan kispadról felállnak és elmennek melegíteni Ajkai részről. Eddig is melegítettek néhányan, de hogyha jól látom, az egyik közülük Szarka Ákos. Talán Berzsenyit látom még ott. Gyuris, Aurélis ott van. Lehet, hogy kell számolni az érkezésükkel, akár a második félidő elején. Nagyszerű indulás. Borsós. Borsós, 16-oson belül. Borsós. Megpattan. Nincs szerencséje jelenleg a zöldmezeseknek. Alakulhatott volna jobban is, és hárman is a földön. Egy zöldmezes és kettő fehér. Jól látom, akkor Polényi is ott gubbaz gugol, ő mire kimondom már föl is kelt Utwagner kapuja előtt. Borsós is föl kell. Úgyhogy folytatódhat is a játék. 39. percben. Tehát rákanyarodunk lassan az első játékrész hajrájára. Hajrájára. A nagy hidegben meg úgy néz ki, hogy nem tudom kimondani ezt, hogy hajrájára. De most már belőttem. Ismételten sorokrúgást végezhetnek el a hazaiak. Örömünnep egyébként a lelátó. Ezt jó lenne, hogyha az Ajkaiak megjutalmaznák egy góllal. Vélekednek így a helyi B-közepesek, illetve az Ajkai drukkerek. Nézzük. Ott a fejes fölé száll. Borsós emelkedett magasra, azonban a fejese nem jelentett nagyobb veszélyt, vagy nagy veszélyt a kapura. Az utolsó 5 perc az első játékrészről, játékrészből. Nem tudjuk azt, hogy Molnár Attila lát-e okot arra, hogy legyen hosszabbítás, hiszen viszonylag egyébként folyamatosan folyt a játék, nem volt nagyobb megszakítás, vagy nem is állt azért a játék. Viszonylag itt azért folyamatosan játszanak a csapatok. Tar Horváth. Rabatin. Nagyszerű labda. Micsoda meglátás. Borsos. Középen kéri Tóth. Beragadt. Tajti. Az egy nagyon jó beadás lett volna, hogyha Utwagner nem csapott volna le rá. Tajti. Tajti. Helyett elnézést. Tar. Borsós megy oda zavarni Utwagnert. Annyira zavart, hogy kiharcolt belőle egy bedobást. Zsolnai. Csemek. Nagyszerűen veri át ellenfelét. Jó a passz is. Hiába esik el Zsolnai. Nem jár szabad rúgása az ők javára. Varjas. Borsos. Beadás. Szöglet. Az utóbbi 10 percet nagyon megnyomta az Ajka.
és már sokadik szögletüket végezhetik el a hazaiak. Ki tudja. Talán most csapnak oda? Ezt várják a szurkolók legalábbis. Flipperezett ott egyet a labda, Zsolnai lövése megpattan, kifejelik a fehérmezesek. Csemer 16-oson belül. Szépen húzza vissza, Csemer laposan beadja. Még egy szöglet. Egyértelműen mutatja Gál Ákos. Rabatin rálövi, ide rosszul pattan, és mellé! A mindenit tarzsolt fejese centikkel húzott el a bal kapufa mellett. Jenei Gyulával egyébként a napokban fog megjelenni egy podcast műsor. Ott pont, hogy ezt taglalta, hogy a játékosai teljesen jól játszanak, nyomnak, dirigálnak. De sajnos az a bizonyos szerencse faktor valahogy nincs meg a csapatban, ami múlt évben megvolt. Éppen lesz egyébként publikálva a Beol Sport Podcaston. Közel fél órás beszélgetés. Kenderes. Tajti. Hangulat egyébként fantasztikus. Megkezdődik az első játékrész utolsó perce, ami a rendes játékidőt illeti. Jól indult Babos, azonban közbeszólt egy siófoki. Dragan Vukmir meg majdnem fölrobban. Szabad rúgásra jöttnek a siófokiak. Soroksár ellen egyébként egyenlített a Honvéd, és 89. percben az állás 1-1. Mosonmagyaróvár Kozár Miselein 0-1 a 85. percben, és a 90. percben a Budafok Tiszakécske 2-1. Ha ránézek egyébként az élő tabellára, akkor olyat látok, vagy hát olyat láthatnak az emberek is, a szurkolók is, a nézők is, amiben talán nem hittek a szezon kezdete előtt. Hát ettől is szép a futball. Kisebb csapatok is úgy vélekednek a papírformáról, hogy az azért van, hogy azt felrúgják. És egyenlőre egyébként úgy is néz ki, nincs hosszabbítás, 45 percnyi játék után FC-ek a BFC Siófok 0-0. Negyed óra és érkezünk a mérkőzés második játék részével.
csúnya szabálytalanságot fújt le Gál Ákos. Azonban lap nem jár érte a második játék rész elején. Reméljük azért nem lesz szükség az orvosi stábra. És úgy néz ki, hogy viszonylag minden rendben. Szabad rúgásra jött át hamar az Ajka, azonban messziről. A fél időben egyébként egyik együttes sem cserélt. Hát ugyanazzal a 11-11 emberrel jöttek ki a felek. Mint akikkel nekivágtak a mérkőzésnek. Tóthnak kell figyelnie, illetve Horváth Dánielnek. Horváth fölrúgja, így is van. Jó helyre. Zsolnai. Hopp, egy luft. Vékony Viktor követte el. Ut Wagner. Tartette oda jól a lábát. És figyelnie kell Horváth Dánielnek. De figyel, magához öleli a labdát. És méri is fel a terepet. Tóth. Tajti. Az egy nagyszerű meglátás. Lett volna, vagyis hát jó volt a meglátás, csak pontosabban lehetett volna kivitelezni. Ismételten szabadrúgással jöhet a zöldmezes gárda. Borsós, illetve Csemer labda mögött. Borsós megint kiméri a távot. És rá is lövi laposan. Ez finoman szóval nem volt egy jó szabadrugás. Csúszott el, Tar pedig előre ível, azonban leveszi az égből, és előre rúgja valamennyire Debreceni, de elhagyta a labda a pályát. 49. perc. Okosan piszkálnak oda a mindenit. Hogyha az pontosabb, akár egy lövés is lehetett volna belőle, Csemer beteszi kapu elé. Stabilan védekezik egyelőre a Siófok. Kenderes dobhat. Magasan, Csizmadiával, Kenderes. Nagyszerű a játék, Csemer. Csemer labdája jól száll. Kittl emelt egyet. Csizmadia pedig lerántotta Tóth Tamás. Tóth Tamást. Inkább társára bízza. Hátul pedig Ut Wagner melegít, nyújt egyet. Fejpárbajból jobban jött ki Böndi. Most pedig Tóth tudott okosan belepiszkálni. Tóth, hoppá, 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 az csúnyának nézett ki, de lehet, hogy ez így jó lesz. Rabatin ott hagyja Babosnak. Babos, Babos rálövi. 16 méterről lőtte rá. De rosszul talált el a labdát, és egyébként is kifele csavarodott. Hát
Wagner. Tar fejeli le ellenfelét. Tóth. Csömer. Pontatlan a labda. Jól lépett vele Tóth. Bedobásra jöhetnek a siófokiak. Ajaj, Csemernek kell figyelnie. Babost sodort el Szedlár. Kifele jár a szabadrúgás, és közben pedig megint elkezd megélénkülni egy kicsit a szél. Borsos fejel nagyon jól, Babos is fejelt, de ellenfelét talált el, Babos, Borsos. Jó a csel, befele tör, szöglet. Mondom én. Partjelző pedig azt mutatja, hogy kirúgás. Fölrúgja Polényi. És elviszi a labdát Tóth. Ível mell. Borsos ugrott föl jól a labdáért. És Polényiről került ki. Jól. Jól szerepel a mai mérkőzésen Borsos. Csizmadia próbált kitámadni. Uth Wagner egészen hátra játszik a siófok most. Fejel Major Gergő. Magasan a labda. Marjas után Csemer és Kenderesi. Hoppá. Kenderes feküdt el a földön. Lábát fájlalja. Csak ez akkor rosszul lépett. El a pályát. Reméljük, hogy nem komoly a sérülés. Jobb bokáját fájlalja nagyon Kenderes. Közben Horváth Dániel igazgatja a csapatot. És föléveli. Borsosnak kell fejelnie. Nem jön össze. Volt már. És Kenderes visszajön, úgy néz ki.
Csemer. Hoppá! Csizmadia nagyon gyengén találta el. Zsolna jól fejel, Babos. Elsodorja őt azonban Polényi. Kihasználva testi erejét. Borsos. Tóth. Tajti. Jön a Siófok az 58. percben, ismételten Tóth Tamást sodorták el az ajkai védők. Wagner. Borsót sodorták el, azonban a játékvezető sípja ismételten néma maradt. És csere. 16-ossal adja a pályát Szedlár Zoltán, és helyére érkezik Gyirsik Áron Róbert. És beáll Tóth helyett. Tóth helyett, jó kérdés, hogy kiáldva, nem igen mutatták a táblát sokáig. De ajkai részen is csere, Rabatin lejött, Borsós is lejön, Gál Bálint az egyik érkező, Sejben Viktor is az ajkaiak. Sejben Viktor is tehát az ajkaiak rendelkezésére. A 6-os számmal játszó Rabatin Riád, és a 7-es számmal játszó Borsós. És legelőre áll Sejben. Siófok csapatában 16-os számmal Szedlár Zoltán jutna a pályára. Tóth. Okos csúsztatás. A 45. percben egyébként vezetés szerzett a Ferencváros a Kisvárda ellen. Az 59. percben az MB2-ből Vasas Zsirmót mérkőzés állása 1-0. A Szeged is 1-0-ra vezet a Nyíregyháza ellen. Az 59. percben a Pécs-Csákvár meccs továbbra is 0-0.
Kazincbarcka Zugló mérkőzésen korán vezetés szerzett a Zugló, aztán Kazincbarcka egyenlített, de ismételten a zuglóiaknál van az előny. Közben pedig Polényi fejelt oldalra. 16-osok belül már a zajkaiak, többen is bent büntetőért kiáltanak, azonban a játékvezetőségbe ismételten néma maradt. Sejben inkább kivágja oldalra, dobhatnak a fehérmezesek. Közben pedig Jené Gyula tüzeli a csapatát a zónájából. A beadásot vigyázni kell. Húha! Szöglet! Egyből előre húzódnak a magas fejelni tudó játékosok. Fejelte ki jól a labdát, nem szabadulhatnak azonban fel, Varjas. Az állás továbbra is 0-0. Csizmadia fejelte ki, Horváthi a labda, és nézi a társakat. Genderes. Csizmadia engedte át. Csizmadia oda tette a lábát. Megakadályozta, hogy esetleg korán ne kiinduljanak a siófokiak az ajkai kapunak. Zsolnai szépen, Csizmadia. Az, ha egy kicsikét pontosabb, nagyon jó labda lett volna Babosnak. Gál. Babos. És kiarcolt egy bedobást. Adás. Csóha. Kirúgás. Este még lesz egy mérkőzés. Gyulántúli rangadó, többen is úgy promózták be. 19.45-kor kezdődik ugyanis a Győri a tóhaladás mérkőzés. A Győri a tó egyébként nagyon jól vette az idei NB2-t, a haladás pedig nagyon rosszul. Győri Eto jelenleg egyébként az élő tabella alapján a második, azaz feljutó helyen áll. Az első helyen a Budafok van. Ha pedig egyébként minden így marad, az azt jelenti, hogy az Ajka egy helyen hátrébb esik a tabellán, és a 16. helyre kerül, a siófokiak is egyel mennének lejjebb, ők a 14-ről a 15. helyre, azaz a kieső zónába. Ugye, aki követi az NB2-t, tudja, hogy a szezon végén a 18 csapatból 4 esik ki. És jelenleg a 16. helyen állnak az ajkaiak, ami nem
éppen a legjobb Csemer. Rálövi laposan, nem volt rossz, közben pedig az eső is jobban elered. Tar gyönyörűen védekezik. Babos jól akadályozta meg ellenfele megindulását. Csemer szétteszi a két kezét, még nem most kinek passzoljon. Csemer, Tajti, nagyszerű csel Csemertől, aztán pedig elveszik tőle. Sejben lökött két kézzel, azt szúrta ki Gál Ákos. És ebben a fordulóban egyébként nem igen potyognak a gólok, tehát nem az egy, ez az egyetlen 0-0-ás meccs eddig. Illetve, hogyha valaki pedig nyer, az is inkább 1-0-ás győzelemre áll. Nagyszerű megindulás. Ajkai dobás. Csizmadia, 16-oson belül el lehetne azt már lőni? Nem. Karnak kell figyelnie, és ez volt jelenleg a legbiztosabb. És vissza kell érni közben a védőknek. Siófoki ívelés. Kenderes pedig jól értette Horváth szavait, Horváth pedig jött is a labdája. 69. perc. Az állás továbbra is 0-0. A Vövő Sport podcastben, hogy nagy csapatok is tudnak hosszabbításban győztes gólt rúgni. Ezt még nekik is meg kell tanulniuk. Gál! Egyelőre jó. Gál! Nyom egy erős féket. Csemer! Jó a csel Csemertől. Csemer! Nagyszerű meglátás. Sejben rosszul mérte föl a helyzetet, Kenderes. Sejben eladja. Tajti. Vele szemben Dénes család. És ez egy szép labdaszerzés volt. Tajti minden erejét beleadva, még esett is egyet. Pedig az ajkai szurkolótábor, a harcoljatok, pedig most énekli, kapura törhetnek a siófokiak, Horváth Dániel ott van. Nem pattant túl szerencsésen a labda, Major Gergő indult Horváth Dániel kapujára, de védett. Csemer, nagyszerűen viszi el, Zsolnai számára íveli ki jobb szélre, Zsolnai fejjel, ahogy de szépen tartja benn. És mi marad is a zöldmezesek tulajdonában a labda. Sejben. Csemer. Jól vesz észre Kenderest. Ez egy nagyszerű labda. Egy kicsit nagyobb szerencséje van a Bakonyi csapatnak.
Debrecen pedig cseréhez készülődik az Ajkai kispad. Az egyik érkező talán Vodicska, a másik pedig Szarka lesz. Hamarosan ez ki fog derülni. Így van, Zsolnai helyre fog jönni, hogyha minden igaz, Szarka Ákos. Nem volt szerencséje most megint az Ajkai csapatnak, nem történt ott semmi. Csemár, nagyszerű. Rossz elképzelés, Kenderes. Most kezd megélénkülni ismételten a játék. Major, 16-oson belül Kenderes állítja meg, méghozzá egész szépen. Gyűvelés, Kenderes fejeli ki, és kifele. Jár már a szabad. Okosan csúsztat Gál. Kellett volna talán abba beleérnie, de ez a labda pedig Tótnak jó. Ezt el is vették tőle. Csemár. Horváth. Nem jó. És csere. Zsolnai lejön, Szarka Ákos pedig beérkezik helyére, illetve Csizmadi a helyére pedig Vodicska érkezik. Vodicska Bálint, és 27-essel Szarka Ákos. Ajaj, az bizony nagy baj, Major! A 75. perce pedig megszerzi a vezetést a Siófok. Az a fránya szerencse, avagy bal szerencse, ki hogy éli meg. Na de biztosan megváltoztatja ez a Siófoki gól maradék időre a játékképét. Nagyon nehéz negyed óra előtt áll az FC-nek a csapata. Közben pedig a vendég szurkolók nyilván érthető okokból boldogok. Nekik több okuk van jelenleg ünnepelni, mint az Ajkai szurkolóknak. Vodicska. Csemer. Elég furán pattogott a labda.
Kossuth Wagner pedig jön. Csapat a 8-as számban játszó Nemes Marcell helyett pályára lép 10-es számban László Dávid. Közben Nemes elhagyja a pályát, és 10-essel érkezik László Dávid. Fehér mezesek helyére. 78. perc. Az állás 0-1. A Siófokiak javára Csemer. Nem jó. Kenderes. Horváth. Vodicska. Hoppá, ma most elsodorták, de átékvezető továbbint. Ez pedig Les. Tajti. Szarka. Csemer. Jó labdagálnak. Gál. Meglepte volna a kapust Huth Wagnert azzal, hogy a rövidbe laposan belövi, de Huth Wagner odaért rá. Eddig jó. Kis területen nagyon szépen játszanak össze a zöldmezesek. Egy beadás. Fejelik. Tajti csapat le a labdára. Vigyázni kell, mert hátulról is jönnek. Kenderes. Csemer Tajti. Vodicska. Tar. Ő fejeli ki. Dobhatnak a Siófokia. Vezető sípjába fújt, szabadrugással jöhet hazai együttes. És most megélénkül a hazai szurkolók hangja is. Ők a következő szabadrugástól várják a megváltást. Esetleg valamelyik zöldmezes betalál fejjel, lábbal, vagy akárhogy, akármelyik testrészével, csak érvényes gól legyen. Szorosan védekezik a Siófok. Vodicska. Babos. Tarról pedig kikerült.
Wagner rúghatja ki a labdát. Reméljük azért a 90. percig sikerül elvégezni. Major. Ő talált be előbb. Dénes. Kenderes szerelte. Aztán Dénes pedig elveszi a labdát Kenderestől. Dénes passzolja röviden. Távoli lövés. Mellé. Kittl öt kapura. Úgyis próbált. Horváth. És megint egy ugyanolyan szituáció, Dénes, hoppá, szöglet, Horváth védett hatalmasat, ezt most a társak nagyon megköszönhetik neki, fejjel védett egyébként Horváth, majdnem, hogy ugyanúgy kapott megint gólt az a együttes, és nyilván itt jófokiak nem fognak sietni. Akit jobban szorít az idő itt a hajrában, az pedig egyértelműen a Jené Gyula vezette FC Ajka csapata. Az a lövés pedig most messzire elszállt. Célba. Szarka fejjel azonban nem sikerül bent tartani. Sajnosan kifele tartott a labda. Az Emrosz Gál Bálint elsodorja testével majdnem, hogy Debreceni. Jól fedezte a labdát. És megint Dénes. Kapu előtt. Gál. Fenéken billentette szerzőt Major Gergőt sem már. Kirúgás a 86. percben. Most nem tudta bent tartani. Közben pedig mutatja játékvezető siófokiaknak, hogy gyorsabban is el lehet azt végezni. Polény kapta be. Szarka. Nem jó.
Csemer, Kenderes, Tajti, Kenderes, egyszerű játék. Kuson nyúlt alá, Szarka azonban lesről indult. Közben pedig lassan a 88. percben járunk. Bukott egyet, Ajkai bedobás. Jó, megküzdött a labdáért László Dávid. És a 89. percben járunk. Hamarosan mindent egy lapra feltéve kell előre rohamozni a Bakony alakulatnak, hogyha itt pontot akar menteni, fogalmazzunk úgy. Csemer tette oda a testét. Nem lettem volna most Dénes Csanád helyébe. És a rendes játékidő utolsó percében járunk. És 3 perc lesz a ráadás. Jön Molnár Attila a táblájával. Ott a fejes és a védés Horváth Dániától. A rendes játékidő utolsó másodperceiben járunk, és most másodpercre pontosan pedig meg is kezdődik a hosszabbítás. Habos. Vodicska, rossz helyre. Csemer. Szarka veszi le mellel. Kenderes. Szarka mellel, vállal. Nagyszerű, Kenderes. 16-oson belül Gál. Beadás, Szarkáig nem jut el. Tajti, most kell neki nagyon figyelnie, és nagyon jó, hogy beleért sejben. 1 perc már el is telt. 3 perces ráadásból. Szarka csúsztat jól. Tóth. Szarka.
Horváth Dániel. Kivágja rossz helyre. Megkapta a levegőből Girsik. Tar. Tóth. Földön mászva is. Tar küzd a labdáért. Tóth. Rossz volt. 16-oson belül már a Siófokiak. Rövid bepassz, és ott a második gól. Dénes Csanád döntötte el ezt a találkozót, tette fel a pontot az ire. Ismételten egy egyéni hiba után Horvát kapujára iramodhatott a Siófok, és végül pedig 9-es messzámmal Dénes pedig a rövid alsóba szólt. Horváth ez esetben tehetetlen volt. Többen a nézőtéről találnak, indulnak hazafelé. Tudják, hogy itt a maradék 15-20 másodpercben nem fog 3 gólt rúgni az Ajka. És már le is telt 3 perces hosszabbítás. És vége is a mérkőzésnek. FC Ajka, BFC Siófok 0-2. A második játék részben 2 egyéni hiba után ismételten 2 gólon kapott ki az ajkai csapat. Aki velünk tartott, annak köszönjük. Holnapra jó munkát, jó iskolát, vagy jó pihenés, kinek mit. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Nyugodalmas jó éjszakát, viszont látásra és viszont hallásra.